Már csütörtökön is nagy érdeklődés övezte az 5. bor, borlovag és gasztronómiai fesztivált, melyre pénteken több ezren látogattak ki a Széchenyi térre. A hamvas nedű kóstolásán túl a borászok éjszakája sorozat is kivételes alkalmat kínált arra, hogy a borkultúra iránt érdeklődők még több kulináris titkot megtudhassanak a hozzáértőktől. A jó bort szeretem, és a kulturált borfogyasztás. Ezért is szerveztük meg 5 évvel ezelőtt ezt a borfesztivált, hogy a minőségi borok jelenjenek Győrbe, a minőségi kulturált borkóstolást ismerjék meg a győri emberek, és én azt gondolom, hogy az 5 év alatt az ország egyik legrangosabb borfesztiváljává nőtte ki magát. Szombaton aztán a szőlő különlegességek mellett a zenés programok kapták a főszerepet. A nyárzáró koncert idei sztárvendége a Cool & The Gang csapata volt. A zenekar frontembere koncertjük előtt adott interjút híradónknak. Először is szeretnék megköszönni rajongóinknak, hogy mindvégig mellettünk voltak. Sok évvel ezelőtt, 1964-ben kezdtük el a közös munkát, azóta folyamatosan turnézunk világszerte olyan országokban, ahol imádják a zenéket, és megpróbálunk ezekre a helyekre többször is ellátogatni. Sikereinket így a rajongóink szeretetének köszönhetjük. A koncertre több tízezren látogattak el, csak úgy, ahogy az 5. bornapokra. Ez is jelzi azt, hogy a belváros kicsit kinőtte a nyárvégi csúcsrendezvényt. Pedig nincsen nagyobb helyünk. Igen, egy kicsit igen. Én bízom benne, hogy a Dunakapu tér megépül, akkor még szélesebb körben tudjuk ezt megvalósítani. Valóban kinőttük, ez így van, hiszen a Széchenyi tér az ilyen szempontból most már igencsak kicsi. Összekapcsolva a Dunakapu térrel szerintem egy fantasztikus borfesztivált tudunk majd akár remélhetőleg jövő évben, vagy az utána való évben megszervezni. A fesztiváloknak a nyárzáró koncerttel még nincs vége, hiszen hamarosan kezdődnek a sörnapok, valamint a Fröccs és a Pálinka Fesztivál is.